A mai videóban... Most egy olyan videóval jelent. Most egy olyan videó. Nagyon sokan kértétek. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dave vagyok, Kaci. És ez itt a Fun with Geeks. Ezt a videót ezt azért veszük most fel, mert egy kis vagy épp nagy bejelenteni valónk van. Amint azt tudjátok, a Fun with Geeks majdnem hogy az indulása óta partnerségben van a Szellem Lovassal, viszont ez a partnerség ez most elérkezett a végéhez, szeptember 30-al. Véget ér ez az együttműködés, és ez magával von egy-két olyan dolgot, ami valójában titeket is érint. Az egyik ilyen nyilván az, hogy ugye tudjátok, minden videó alatt ott van a kis link, meg el is mondtuk már meg annyiszor, hogy a Fun with Geeks család tagjaként egy kis kedvezménnyel tudjátok beszerezni azokat a játékokat, amik megjelennek a csatornán. Erre most így szeptember 30-ig lesz lehetőségetek, hogy még pótoljátok akciós áron azokat a dolgokat, amik mondjuk megtetszettek azért, mert mi játszottunk velük. Nyilván nem fogják kidobni a játékokat ezek után sem, de ez a kis Fun with Geeks-es családi kedvezmény, ez szeptember 30 után már nem fog élni. Így van, természetesen az augusztusban, illetve a szeptember elején megjelenő játékoknál, amiknél majd látjátok, hogy jelezzük, azoknál még élni fog a kedvezmény egészen az említett időpontig. A No Hard Feelings, ezt nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy ez közös megegyezéssel történt, mindannyian szeretnénk a saját utunkat járni ezek után, viszont azt el kell mondjuk, hogy kimondhatatlanul hálásak vagyunk. Abszolút. A Szellemlovasnak azért a két és fél évért, amit együtt tölthettünk, és azt hiszem, hogy egyikőtök számára sem titok, hogy a patreonos csoda emberek mellett a Szellem Lovas volt az, aki nagyon megkönnyítette nekünk a csatorna indulását. Már csak azzal is, hogy adott játékokat, amikkel tudtuk játszani, és nem kellett mindent folyamatosan megvenni. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. Ezért ebben a videóban, hogy ne csak szomorúság legyen benne, ezért összeszedtünk nektek 5 plusz 1 dolgot, amiért nagyon szeretjük őket. 1-es. A végtelen angol játék kínálat. Ha ismertek, akkor tudjátok, hogy én meglehetősen piki vagyok a fordításokkal kapcsolatban, és én jobb szeretek eredeti nyelven játszani társasjátékokkal. Nem arról van szó, hogy nincsenek jó fordítások, de valahogy nekem ez az eredeti, akár mennyire is mondjuk felvenni kényelmetlenebb, mert ugye nyilván szinkron fordítanunk kell mindent, de amikor privátban játszunk, akkor csak angol játékokkal játszunk, és a Szellemlovasnál egy bődületes kínálat van belőlük, ők külön hangsúlyt is fektetnek arra, hogy legyenek eredeti nyelvű játékok, amellett, hogy nyilván ők rajta tartják az újukat a Kickstarter ütőerén is, úgyhogy, és ott meg ritkán vannak magyar játékok, vagy magyarul megjelenő játékok. Ez nekem egy nagyon fontos része. 2-es, ha már így számozgatunk, nagyon ügyesen. Azt mondtam, 5 plusz 1, akkor számozgatunk. Nagyon jó, szóval akkor 2-es. A játékbérlés ez egy olyan dolog, ami szerintem egy tök fontos, meg tök hasznos feature így a Szellemlovas kis szerszámos ládájában, ha fogalmazhatok így. Szóval nyilvánvalóan ugye ezt mi is már szerintem elmondtuk korábban, hogy nem csak megvenni lehet játékokat, hanem akár bérelni is, és akkor ki tudjátok venni a játékokat egy hétre, ki tudjátok őket próbálni, és aztán egy hét után, ha visszaviszitek őket, akkor az akciós bontatlanár 10%-et kell kifizetni, hogy az alapjáték gyakorlatilag a teljes árát ott kell hagyni kaukcióban, vagy ennek a bontott játéknak az árát, és szinte az összes játékot ki lehet így próbálni. Nyilván vannak olyanok, amiket nem feltétlenül, ilyen kiegészítők, meg legacy játékok. Nyilván nem örülnének annyira, ha a széttépet lapokkal vinnétek vissza valamit. Ugyanakkor meg a legtöbb játékot ki lehet próbálni, és mivel mi azért tudjuk, mert belenéztünk már pár játékba, hogy drága hobbi a társas játékozás, nem feltétlen
érdemes beleugrani egy 20-30 ezer forintos vásárlásba, hogyha lehet, hogy nem is tetszik az a játék a társaságnak, és akkor ki tudjátok próbálni egy hétre 2-3 ezer forintért, és aztán... Ha meg tetszik, akkor meg ott hagyjátok a pénzt, és tiétek a játék. Ez nekünk is egy sarkalatos kérdés minden videónál, hogy attól függetlenül, hogy mi jól szórakozunk egy játékkal, és nekünk tetszik, lehet, hogy mondjuk a ti társaságotoknak nem megfelelő, és erre például egy tökéletes lehetőség az, hogy ki tudod bérelni egy hétre. A harmadik! Én a felnőtt életemben egy más társadalomban szocializálódtam, úgyhogy nekem a customer service, a kiszolgálás egy boltban nagyon-nagyon sokat jelent, és én hajlamos vagyok egyes helyeken akár többet is fizetni azért, hogy inkább oda járok, mert jó fejek, kedvesek, hozzáértők. És ez a szellemlovasra az én olvasatomban teljesen igaz. Nyilván mi ott vásároltunk akkor is, mielőtt még ez a csatorna gondolat sem volt, és egészen pontosan ezért, mert a staff mindig kedves, mindig mosolygós, mindig tudnak ajánlani valamit, van egy-két ember ott, aki lényegesen többet tud a társasjátékokról, mint mi összesen, és ez egy nagyon fontos része szerintem az egész kereskedelemnek így általánosságban, de a társasjátékoknál ez különösen így van, hogyha mondasz egy játékot, és ő tud ajánlani egy ahhoz hasonlót, mert az neked nagyon tetszett, akkor ez egy fontos dolog, és nyilván a vezetőség, aki nincsen annyira a szem előtt, nyugodtan elhihetitek nekünk, hogy iszonyatosan jó fejek. Igen, tök cukik, és ez egy tök fontos pont szerintem, pont ilyen karácsony környékén, amikor nagyon sokan vesznek társasjátékot, mondjuk szülők gyerekeknek, és azt mondta a gyerek, vagy azt láttad a top listában, hogy ez a number one játék, és lehet, hogy az pont nincs, mert mivel az number one már elfogyott, és nagyon sokan nem hisznek ilyenkor az eladóknak, hogy de ez is majdnem olyan jó, akkor miért nem volt rajta azon a top listán? És hogy szerintem ez az a hely, ahol én kérdés nélkül elhiszem, hogy ha azt mondják, hogy ez nincs, de van helyette ez, és ez is ugyanolyan jó, akkor el fogom hinni, mert értenek hozzá. Nyilván ti se gondoljátok, hogy minden társas játékot, amit kipróbáltunk, és ilyen secret hit volt, azt mi találtunk valójában, ugye? Négyesnél járunk már, azt hiszem, repül az idő. Ugye, ha már említettük a bérlést, meg a játékok visszavitelét, akkor az extrém garancia egy másik olyan fontos dolog, amiről szerintünk érdemes beszélni. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha vettetek, vagy kaptatok egy játékot, de nem tetszik, vagy nem jött be, vagy kiderült, hogy már megvan annak az embernek, mert négyen vettetek titkos ajándékot karácsonyra, és mindenki ugyanazt a társasjátékot vette meg, akkor gyakorlatilag vissza tudjátok vinni a játékot. Azt hiszem, hogy 2 hónapon belül, ha visszaviszitek bontatlanul, akkor a teljes árát beleszámítják egy bármilyen másik játék vásárlásába, de egyébként, ha meg kibontottátok és játszottatok vele, és mondjuk nem tetszett, vagy nem jött át annyira, akkor pedig fél éven belül vissza lehet vinni, és akkor a játék árának 70%-át pedig beleszámítják egy másik játékba, úgyhogy ez igazából arra is jó lehet, hogyha nem feltétlen akartok végtelen pénzt költeni játékokra, meg egyébként is nagyon sokan vagyunk úgy vele, hogy nem veszik elő a játékot az első 5-6 játék után, mert hogy egy kicsit kifullad, és akkor így vissza lehet vinni gyakorlatilag a játékot. Így van, és kinek kapott volna már szarjátékot egyébként? Lehetséges, hogy tudjátok rólam, hogy én gyerekkoromban, illetve fiatal felnőtt koromban iszonyatosan rá voltam csúszva a szerepjátékokra, és ugyan ez a hobbi, ez egy kicsit a háttérbe szorult időhiány miatt, de most nagyon próbáljuk visszahozni ezt az életünkbe is, és a csatornára is. Ez a Szellemlovas másik fő profilja, a szerepjátékos, illetve fantasy könyvek, amik iszonyatos választékban van a boltban, és én is vásároltam már ott még nagyon-nagyon hosszú idővel ezelőtt, és most, hogy fel kell frissíteni a kis gyűjteményemet, most is nyilván ott fogunk majd mindent bevásárolni hozzá. Úgyhogy akár ha nem csak a társasjátékok, hanem a szerepjátékok, vagy a fantasy érdekel, akkor az Szellemlovas akkor is ott van. Igen, ha végtelen pénzt ott akartok hagyni. Jaj, ne is kockaszettekre, plémetekre, festékekre, kártyavédőkre és egyéb kiegészítőkre, akkor gyakorlatilag megtaláltok mindent.
Hagyjuk, jó? És a plusz egy, ami talán számunkra, FanWith Geeksként talán a legfontosabb, az az, hogy a Szellemlovas akkor állt be a FanWith Geeks mögé, amikor 2000 feliratkozónk volt, és 150 ember nézte a videóinkat, amikor még nem látszott az, hogy ebből mi lehet, amikor még csak így hinni kellett benne, és ezért örökre hálásak leszünk, mert nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy ez ideig eljusson. Igen, tényleg nagyon nehéz egy YouTube csatorna indulása, és szerintem mi nagyon szerencsésnek tarthatjuk magunkat abból a szempontból, hogy nyilván felmásztunk mások hátán feliratkozókért, illetve hogy így a technikai megvalósítás oldaláról meg a Szellemlovas beállt mögénk, és tényleg elképesztő mennyiségűt segítettek azzal, hogy tudjunk nektek kontentet gyártani. Szóval nagyon szépen köszönjük a Szellemlovasnak az elmúlt 2,5 évet, nektek pedig igazából nincs miért aggódni, ugyanúgy lesz tartalom, ugyanúgy játszunk társasokkal, és természetesen minden jövőbeli együttműködésben figyelünk majd arra, hogy az nektek is jó legyen, igyekszünk nyereményjátékokkal, kedvezményekkel és mindenféle földi jóval kedveskedni nektek a továbbiakban is. Úgyhogy maradjatok velünk, és nagyon szépen köszönjük! Szervusztok, kacicák! Az. Sziasztok! Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka! Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak! Csúsz szuper partnerek! Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.